Megállok még egyszer, s rád visszanézem. Kékellő halmok, gyönyörű vidék, vegyétek húskönnyemet. Ti láttátok az én bölcsőnek ringását, s átsorgó ajakam első mosolygását, szülém forró kevelét. Ti láttátok a víg gyermek játékait, a serdülő ifjú örömit, gondjait, éltem vidám reggelén. Tisztelt igazgató úr, tanáraink, kedves szülők, vendégeink, kedves ballagó diákok! Egyik legnagyobb magyar költőnk, a leghíresebb licista, Berzsenyi Dániel írta el sorokat 1804-ben, amikor élete új fordulatot vesz. A Somogy megyei Nyiklára költözvén végleg elhagyja szülőföldjét, a varázsatos kemeres alját, és elszakad mindentől, ami a szívének drága. A búcsú pillanatát talán senki sem tudta nála jobban érzékeltetni. Az elszakadás a múlttól, a búcsúzás mindig nehéz. A búcsú még fájdalmasabb, ha egyszerre kell elválnunk szeretteinktől, a tájtól, sőt egész addig életformáktól. Ilyenkor átfut emlékezetünkön minden, ami addig velünk történt. Kettős érzés ez. Vonz az új, de marasztalnak az emlékek. 1922 óta ballagó diákok sokassága élte, és éli át ezt az érzést itt, a líceum kultikus helyén a Deák-tűnál. Ünnepségünk kezdetén kérem, énekeljük el közösségét. Sose várj, s ne nézd, mi lesz a vér. Valóra várja minden perc, amit remélsz még. Miért a rés újjon ki, barkában életének kulcsa? Nézd szét, amit csak látsz körülted, ez mind benned van. Hát hiú ábrándokat nefes. Még mielőtt tovább mész, önmagadba térj meg. Ki önmagát legyőrte, az el sose vesz. Annak mindenki már csak alapvalója lesz. Szabó Bálintot hallottuk a 10. B-osztályból. Most felkérem Vágó Viktória, 11. A-osztályos iskolatársunkat, hogy a 11. évfolyamosok nevében búcsúztassa el ballagó diákjainkat. Tisztelt igazgató úr, tanárok!
kedves diáktársaim, vendégek, de legfőképpen ti, kedves végzős diákok. Újra eljött ez a nap, most kötelesek vagytok végighallgatni számtalan vontatott, unalmas, sablonos beszélet. Jó, remélem ez most más lesz. Remélem, hogy találtok a soraimban olyat, amit szívetekbe zárva magatokkal vihettek. Nem fújja el a tavaszi szellő, vagy nem mossa el az eső. Amikor feltértek, hogy írjam meg ezt a beszédet, gondolkodás nélkül igent mondtam. Majd elbizonytalanodtam, mert nem tudtam, miről is kéne szólnia. Egyszerre éreztem magam megtisztelve, lettem izgatott, féltem is egy kicsit. Ugyanakkor már vártam ezt a napot. Majd elmosolyodtam, mert ha őszintén magatokban néztek, kisebb-nagyobb mértékben, de bennetek is ugyanezek az érzések kavarognak. Megtiszteltetés. Most ti vagytok reflektorfényben. Rátok figyelnek a diáktársaitok, tanáraitok, családtagok, barátok, rokonok. Milyen érzés? Annyi év után a másik oldalon áll. Eddig ugyanúgy, mint most bárki más. Az árnyékba bújhatatok a nap elől, a fák alá húzódhatatok az eső vagy a szél elől. Miközben halkan, húzomokba kitárgyalhatatok mindent és mindenkit. Vagy akár egyetlen szó nélkül hazamehetetek a tizedik perc után. Ki vette észre, ha két-három ember idő előtt eltűnt? Mert ha megjelent egyáltalán. De nem jó érzés most a diáknak lenni? A tudattal, hogy végigcsináltad. 4, 5, 8, 9 évet. És most vége. Mert tényleg vége. És itt jön elő az izgatottság és a félelem. A gimi egy olyan környezet volt, ahol még lehet mondani, hogy végigfogták a kezeteket. Ha innen kisétáltok, kezdetét veszi a nagy rögtös élet. Mindenki elindul a saját útján, akár egyetem, akár szakmai képzés, vagy más felé. Az eddig jól megszokott, biztonságos környezet megszűnik létezni. Csak magatok lesztek. Ijesztő? Kicsit. De nem ez adja meg a dolog ízét is? Kicsit visszás dolog, mint maga a búcsú. A maga nemében éles, hisz mondod ismeretlen, ugyanakkor keserű, mert nem számít, hány évet húztatok le a Litauk falai közt. Az ünnepség végén eljön az a pillanat, ahol itt Istánból öreg diákká lesztek. Néha nincsenek szavak, vagy okos idézetek arra, hogy az ember pontosan leírja, mi történt akkor. Van úgy, hogy egy időszak egyszerűen csak véget ér. De még ne szaladjunk ennyire előre. Jövő héten még bejöttök a suliba, talán utoljára koptatjátok a lépcsőinket. Kaptok pár köteg érettségének csúfott lapot, amiből megírtok egyet, kettőt, százat, és csak utána mondhatjátok tiszta szívvel. Megcsináltuk. Hogy mi marad utánatok? Számtalan, örökre szóló, felejthetetlen emlék, és meg annyi kódolhatatlan személyiség. Nekünk ti nagy emberek vagytok. Ha az élet múlásával már a ti nevetek is csak egy lesz a sok közül, egy fakuló képpel az egyik tagzónak átjáró szemben. Szomorú, elkerülhetetlen vég, épp ellenkezőleg. A legelmesebb mondja, hogy itt is vagy én megőrizhessetek az örökké valóságnak. Kedves végzős diákok, Isten veletek! A Juventus ifjúsági részfúvó zenekar fog játszani. Vezényel dr. Friedrich András zenekarvezető. Thank you.
12. évfolyam nevében Egyed Regina, 12. B-osztályos maturanda búcsúzik az ősi víceunkról. Tisztelt igazgató úr, tanáraim, szüleim, kedves diáktársaim! Egy évvel ezelőtt, mint a 11. osztály képviselője álltam itt, hogy búcsút mondja az akkori végzős osztálynak, és lehetőleg kicsikarjak egy-két szöncsettek a szemükből. Arcukon végignézve, ugyanazokat az érzelmeket véltem felfedezni, amiket most saját évfolyam társaim én látok, és magam is érzek. Örömet! Mert igen, sikerült ezt a 4, 8, esetleg 9 évet kisebb-nagyobb bukatokkal ugyan, de átvételni. Nem sokára pedig nem kell máson izgulnunk, mint hogy melyik fürdőruhát vigyük nyaralni, vagy hogy melyik koncertet nézzük meg a boltban. Idegessége. Mert sajnos a nyaralás és a szórakozás előtt még vár ránk egy érettségi időszak, amin jó volna minél több pontot összehalászni. Izgalmat. Mert a nyár után vár ránk egy teljesen új világ. Kire egyetem, főiskola, kire szakmai képzés. Lesznek, akik itt maradnak Sopronban, de lesznek olyanok is, akik külföldi, vagy innen távolabb fekvő intézményekbe kerülnek. Hálás. Mert nem lehetünk elég hálásak mindazoknak, akik segítettek, támogattak minket tanulmányaink során. Szüleinknek, tanárainknak. Türelmetlensége. Tudom, ígérem, igyekszem rövidre fogni. Szomorúság. Mert ez alatt a néhány év alatt a berzsenyi az életünk szerves részévé vált, és innen átadni nem a legkönnyebb feladat. Rengeteg élményt köszönhetünk az iskolának. Emlékezetes rendes napokat, ahol megpróbáltunk tenni a közjóért, vagy lelkünk egészségét ápoltuk. Szórakoztató diáknapokat, ahol minden igyekezetünk ellenére is a tanári műsor volt az esemény fénypontja, és egyéb színes programokat, melyek kikapcsolódást nyújtottak a szorgos hétköznapok közepette. Élmények mellett pedig ne felejtsük el az itt között barátságokat sem, amik felnőtt éveinkben is tovább kísérnek majd minket. 9. és 10. osztályban még mosolyogva hallgattuk tanáraink intelmét, nem sokára itt az érettségi, pedig igazuk volt. Ez a pár év gyors vonatként suhant el mellettünk. Mintha tegnap lett volna csak, úgy emlékszem rá, mikor a 9. még csapatokba verődve kerestük a tetőtérben a 32-es termet, és próbáltunk kiigazodni az iskola labirintusnak tűnő folyosóin, vagy éppen késve érkeztünk órára, mert elmulasztottuk megnézni a helyettesítésben, hogy melyik teremben leszünk. Ma már ismerjük az épület, minden egyes zugát, és készséggel adunk tanácsokat rövidebb és egyszerűbb útvonal tekintetében, vagy hogy az iskola melyik területén erősebb a wifi. Ez a 4, 5, 8, 9 év igazi közösséget kikovácsolta osztályainkat. Tudjuk jól, hogy nem mindig voltunk mind a diákok, és jó néhányszor megnehezítettük tanáraink, osztályfőnökeink napjait. Reméljük, ennek ellenére nem okoztunk túl sok bosszúságot. Kedves itt maradó diáktársaink! Bár tudjuk, hogy hatalmas űrt hagyunk magunk mögött, és az eredményeiket majd nehéz lesz überelni, bízunk bennetek, hogy tovább öregbítitek majd az intézmény hírnevét. Élvezzétek ki, amíg itt lehettek, és helyettünk is vegyetek pizzás kicsit a büfében, és igyatok hozzátok zöld. Hogy hol leszünk még szeptemberben? Nem tudjuk. De azt igen, hogy a berzsenyi örökké a szívünkben marad, és büszkén viseljük majd a liceumi öreg diák címet. Kis Jenő szavaival búcsúzok tőletek. Nézd vissza most egy percre, nézd az útra. Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka. Nézd vissza, aztán ismét csak előre. Indulj tovább az alkotó jövőbe.
fa, fenn a magasban, törkedelembe, 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 sígeleher van, sígeleher van, fenn a tavak. Zsoltói Gergely, 12. B-osztályos tanulót hallottuk. Kísért Kaposi Barna és Vados Márton. A német nemzetiségi 11. évfolyam nevében Nagy Krisztán, 11. C-osztályos tanuló búcsúztatja a végzősöket. Majd Csendes Mátyás, 7. A-osztályos tanuló énekel. Szegély Egyetemi Rektor, Íve Véra, Vérvén, Vicsüla, Beteta Mimiel, Vitvida, Elta, Muszelta és Vista Hozzabájta. Und noch nicht zuletzt, liebe Matthias. Ich begrüße zum Anlass des Abschiedfestes des evangelischen Daniel-Böschen Gymnasiums ganz herzlich im Namen der Erblässer des Nationalitätsamtes. Wir sind zusammengekommen, um von denen Abschied zu nehmen. Viele glauben, dass für sie das wichtige Leben erst jetzt beginnen wird. Aber es gibt bestimmt auch welche, diesen Tag als das Ende betrachten. Jedes Ende, jeder Abschied ist zugleich ein Neubeginn. Und ein Neubeginn bedeutet einen Wendepunkt und bringt viele Veränderungen mit sich. Was wird sich ändern? Bedeutet die große Veränderung, dass ihr wahlberechtigt werdet? In gewisser Hinsicht schon. Aber ich denke in erster Linie nicht daran. Natürlich dürft ihr an politischen Wahlen teilnehmen. Es ist auch nicht mehr verboten, ein Tabakgeschäft zu betreten oder Alkohol zu kaufen und euch auf Partys offiziell und legal vertrinken zu dürfen. Allerdings nützt euch nicht alles, was erlaubt ist. Ihr habt die Wahl. Die richtige Freiheit besteht aber nicht darin, die oben erwähnten zu wählen. Ihr dürft und sollt das Leben wählen. Auch wenn man es nicht wieder hört, dass das Leben unmenschlich hart ist. Krieg, Korruption, Krankheiten, Armut, Hass, Aggression, Schwänze des Polareis. Das Leben ist voller Probleme und Schwierigkeiten. Man kann sogar dazu neigen, den Sinn des Lebens zu bezweifeln. Probleme können wir nicht außer Acht lassen. Aber ihr sollt die Schwellen der Zukunft mit Zuversicht und Hoffnung zu betreten. Ihr seid die nächste Generation von Helden, die das Leben wählen soll. Ihr könnt das glückliche, sinnvolle Leben wählen und werdet es auch bekommen, geschenkt bekommen natürlich, wenn ihr bereit seid, die drei dicken, wichtigsten Werte zu der Zukunft, Glauben, Hoffnung und Liebe, das Kaufpreis wurde. Und hoffentlich habt ihr für euren Lebensweg ein bisschen Taschengeld von unserer Schule bekommen. Viel Glück, liebe Freunde. Gyönge állj a hajról, levelek lehúlnak. Sír az út előttem, bánkódik az ösvény. Ágyon meg az Isten, ágyon meg,
minden javaival, mint kerti violák, édes illatokat. A Német Nemzetiség Évfolyam nevében Németh Réka, 12. C-osztályos tanuló búcsúzik. Sehr geehrter Herr Direktor, geehrter Lehrer, liebe Mitschüler, Eltern, Gäste, liebe Maturanden. Es gibt eine allgemein anerkannte Wahrheit, der wir uns alle stellen müssen, ob wir nun wollen oder nicht. Alle geht irgendwann zu Ende. So sehr ich mich auf diesen Tag gefreut habe, hat es mir nie gefallen, wenn etwas zu Ende ging. Der letzte Tag des Sommers, das letzte Kapitel eines guten Buches, die Trennung von einem engen Freund. Aber das Ende ist unvermeidlich. Die Blätter fallen, man schließt das Buch, man nimmt Abschied. Heute ist einer dieser Tage für uns, wo wir die Protagonisten sind. Jeder beschäftigt sich mit uns. Für uns stehen die Schüler in Reihen, in unseren Händen gelangen die Blumensträuße. Vor einem Jahr schmücken wir fleißig den Klassenraum der ehemaligen Zwölftklässler. Dieser Tag war damals sehr weit. Deswegen dachten wir noch nicht darüber nach, was für einen stabilen Punkt das Gymnasium bedeutet. Das Lyzeum wurde ein Teil unseres Lebens. Das Band wurde jedes Jahr immer enger, dieses wird aber heute verschwinden. Doch nur symbolisch, denn die Freundschaften, die Lieben haben damit kein Ende genommen. Die gemeinsamen Erlebnisse wurden in unseren Herzen hineingelegt. Ich glaube, jeder hat Bilder im Kopf über den ersten Tage, als man die Schule betritt. Wir verbrachten hier 4, 5, 8 oder 9 Jahre. Zwischen den Wänden des Lyzeums wurden wir aus Kindern zu Erwachsenen. Während dieser Zeit haben wir für vieles gekämpft, vieles erlebt, auch solche Sachen, die wir nicht erwartet haben. Unbemerkt wurden wir zu Freunden und Teil einer solchen Gemeinschaft, in die man gerne am Morgen angekommen ist. Wir werden uns an den schläfrigen ersten Stunden am Montag, an das schnelle Lernen vor einer Schularbeit oder an den Stress während einer Antwort erinnern. Mit ehrgeizigen Gedanken, mit kindlicher Ehrlichkeit und Naivität bewunderten wir die Welt, spannten unsere Flügel, wurden wir immer verantwortungsvoller und überlegter. Ich möchte mich zuerst bei den Lehrern bedanken, die mit ihrer mühsamen Arbeit für uns alles getan haben. Sie haben für uns alles getan. Sie haben uns geholfen, standen uns bei, wenn wir zu Stolpersteinen gekommen sind oder für eine kurze Zeit den Leitfaden im Labyrinth des Lebens verloren haben. Sie haben in uns die Hoffnung gesetzt und uns ermutigt. Liebe Eltern, ihr habt unsere ersten Schritte begleitet. Wir sind sehr dankbar für eure Fürsorge und Unterstützung. Unser Leben beginnt jetzt. Aber wir brauchen noch eure Erfahrung und eure Fürsorge und Ratschläge. Jetzt wende ich mich zu den unteren Jahrgängen. Ich wünsche, dass ihr eure Träume verwirklicht und eure Ziele erreicht. Nutzt die Zeit aus, ihr im Lyzeum verbringen könnt. Ich wünsche euch von Herzen viel Erfolg zu euren nächsten Jahren. Liebe abschiednehmende Mitschüler, liebe Maturanden, vor uns steht noch eine sehr wichtige Periode. Jetzt können wir das im Gymnasium bekommene Wissen unter Beweis stellen. Die nächsten Tage werden schwer sein, aber ich denke, dass wir das schaffen werden. Heute nehmen wir Abschied von allem, was uns vertraut und bequem war. Wir fangen etwas Neues an.
aber trotz dessen, dass wir jetzt weggehen müssen und dass es weh tut, es wird auch andere Menschen geben, die so sehr zu uns gehören, dass sie immer bei uns sind. Sie sind Boden unter unseren Füßen, unser Polarstern und die klaren Stimmen in unseren Herzen, die uns begleiten werden, für immer. Most hallgassuk meg Balogh Júlia, 8. B-osztályos tanulót, aki Nagy László versét mondja el. Nagy László, 20 évet betöltem. Országuk korába érkeztem a házhoz. Oldasan leültem anyám asztalához. Fehér országúton csak szedre tettem. Magas déli fényben attól én ejettem. Most fekszem a fűben, diákságnak vége. Ettem, ittam, évek. Nem tudom, mi végre. Közel a szívemhez, magas csalán erdők, csípős tornyaikkal felhőkig törekvők. Kellene virulni, de még csak búsulok. Az én idegeim kifárasztott húrok. Hagyjál, Uram Istenem, pihenni füvekben. Legyek fekvő gyertya, még ne gyújts meg engem. Hagyjál, Uram Istenem, pihenni füvekben. Legyek fekvő gyertya, még ne gyújts meg engem. Felkérem Tőli Balázs igazgató urat, tartsa meg ünnepi beszédét. Kedves szülők, nagyszülők, keresztszülők, vendégeink, kedves ballagodiákjaink! Régóta várt perceket izgatottan és talán némi megilletődöttséggel is vegyes verővel átélő fiatalokkal vagyunk ismét együtt. Mi oly sok idő óta azok, akik a Liceum diák közösségét, akár még az esővel is dacolva, a Deák útnál bocsátják a matura próbáit, és az öreg diákság köteléke felé. Az összes hagyománynak, s így ennek is élőként maradnia csak azáltal lehet, ha vannak, akik élővé teszik. Ha nekünk, maiaknak fontos az összetartozás, a közösség értékének megjelenítése, kísérletet vehetünk itt a kútnál erre. Kedves ballagolicisták, ez a feladat azonban mégsem a miénk idősebbeké, de leginkább immár az önöké. Sokféle szimbólum, érték, elv és meggyőződés találkozik a Deák útnál most, ezekben a percekben is. Régen sem volt ez másként. Nem azért alakult a Deák úti vármegye egykor, nem azért lobogott a zászlaja itt, hogy a különbségeket egyformává tegye. Többen ismerjük, szelleme mostan is int, ifjú, szeresd a hazát. Soha nem jelentett, s ma sem jelenthet ez valami ellen, csak is valamiért szerveződő közösséget. Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. Olvashatjuk ennek az évnek az igéjében is. A helynek tehát, ahol épp vagyunk, a kultusza nem véletlenül él, mint máig. Hiszen voltak, akiknek az értékek mentén szerveződő közösségek fontosak voltak, és nem véletlenül kell, hogy őrizői legyünk ma, mint ahogy őrizői voltak a rómaiak után itt ezt a forrást újra elfoglaló, élettel telítő egykori licista diák. Lehetőségek sora, ami önök előtt áll most, kedves ballagó. Lehetőség minden eddig itt megköszönni, és lehetőség előre tekintve megfelelni az önökre bízott örökség gazdagságának. Mi, akik tanítottuk önöket, és diáktársaik, akikkel együtt lehettek, nem búcsúzni készülünk, s remélem önök sem erre törekednek, elhagyván majd egykori iskolájukat, de folytatják az utat, amin egy ideig együtt, s remélhetjük, egymásért is cselekedve haladhatunk.
erőt pedig a későbbi próbákhoz, a legnagyobb bátorságot önmaguk vélt korlátainak meghaladásához éppen a megtapasztalt közösség ereje képes adni. A Isten kegyelméből ezt a bátorságot építettük Vicceumi pályájuk idején, talán a legtöbbet tettük, amit tennünk lehetett. A Vicceum a Deákuti Vármegye zászlaja alól bocsátja útjára növendékeit, ahol ezt a zászlót évszázadok óta a szabadság szere lobogtatja, hogy ifjú szeresd a hazát, halljuk az ismerős diszívon utolsó szavait. Nem azért gyűltek itt össze a reformkor idején sem, hogy majd idősebben visszatérve nosztalgiával tekintsenek arra, hogy milyen szép is volt nemesnek, küzdőnek, szabad lelkűnek lenni az ifjúság idején, de bizony azért, hogy ezeknek ne az emlékét könnyezzék meg később, de idősebben is megéljék, hogy lehet annak maradni. Lehetőség ez önöknek is, kedves ifjú tanítványaink, hiszen remélhetem, hogy többen vannak, akik többször adták már oda idejüket, ingyen és önzetlenül másoknak, akiknek az önérdeke nem írta felül az elszánásukat arra, hogy önálló véleményük legyen, akik nem hagyták, hogy mások véleménye, elképzelése, hite, ha tetszik, rájuk telepedjék, akik szabadok, mert értik az írást, elég neked az én kegyelmem. És elfogadják a szabadságot, mint a legnagyobb ajándékok egyikét. Mi itt most csak remélhetjük azt, hogy segíthetjük, még a szükségképpen átért nehézségek által is, hogy jó döntéseket hozzanak, hogy értség, szükség van magukra, és ha elcsüggedjenek is, új erőre kapjanak, ha elmennek is visszatérjenek, megriadnának is, bátrak legyenek. Isten áldása kísérje további útjukat. A hagyományok szerint most a búcsúzók felkötik a szalagot az iskola zászlajára, majd átadják a zászlót. A szalagot felkötik Pető Dorottya és Szabó Áron, 12. D-osztályos tanulók. A zászlót átadják Herbst Rebeka, 12. A és Kövesházi István, 12. C-osztályos végzős diákjai. A zászlót a 11. évfolyam nevében Heisenberger Claudia, 11. B, valamint Vince Péter, 11. D-osztályos tanulók veszik át. Minden jót, amire képes vagy, és tedd olyan csendben, ahogyan csak lehetséges. Búcsúzó 12. évfolyam nevében zászlót átadom. A zászlót elveszem, a zászlót megőriztük. Köszönöm, hogy
Kovács Kamilla és Őri Sebestyén 8. A-osztályos tanulókat hallhattuk. Most pedig Kömördi Máté 50 éve érettségizett öregdiák szól a barlagókhoz. Jelképesen felveszi a végzősöket, a Líciumi öregdiák szövetségbe beszélve végén Kaposi Barna, 12. C-osztályos tanuló kiszik a serlekből a forrás vizéből, és válaszol a felvételre. A hagyományokat megfelelően Hegedűs Botond, 5. B-osztályos kisdiák adja át a serleget az öregdiáknak, aki átnyújtja ezt a ballagónak, ez jelképezi a Líciumi nemzedékek összetartozását. Ezt követően valamennyi ballagó iszik a Deák-tuti forrás vizéből. Tisztelettel köszöntöm az iskola vezetését és a tanári karát, egyházi és virági vendégeinket, kedves kicista diáktársakat, kedves szülőket, rokonokat. Legfőképpen és mindenekelőtt pedig köszöntöm a balagó diákjainkat, mai ünnepeinket. Egykor volt licistaként, engedjétek meg, hogy most a Soproni Liceumi Diák Szövetség megbízásából bocsássalak benneteket pár jó tanácsnak, tűnő gondolattal továbbítatoknak. Az Alma Mater hagyományainak megfelelően helyre, ahol a Deák Kuti vármegye zászlaja lobogott egykor, ismét egy nevezetes nap vonzott össze bennünket. Tavaszba borult természetől én nekem Sopron legszebb középiskolai ünnepi diáknak köszönhetem ezt. Sokak által félt vagy szeretett líceum, szakközépiskola és kollégium utolsó éves évfolyamának ballagása. Utolsó együttlét az érettségi megméretetésére. Személyes emlékem, hogy kisdiákként választó, de óriási megtiszteltetés volt számomra, hogy az átlóvívőt és a címegyvívőket követve kis zenekarként hangszereinkkel ballagási búcsúdalokat játszva kísérhettük a Deák Kuttól a gimnáziumot, az egykori utolsó éves elődeitek ünnepélyes sorait. Ma meghatottan állok itt, ahol 50 évvel ezelőtt búcsúzhattam ballagó társaim nevében a szeretett iskolától, kihattam a Deák Kutűre vizével töltött helyből. Most a Liceum öreg diákjaitól kaptam azt a megtisztelő feladatot, hogy szóljak hozzátok új életszakaszokat startanában. Hozzátok hasonlóan mi is ipői lelkesedéssel, töretlen önbizalommal, szüleink, tanáraink iránti hálával vártunk az előttük tornyosuló ismeretlennek. Legtöbben abban a hitben, hogy mi már úgyis mindent jobban tudunk, mi fogjuk megváltoztatni a világot. Ez ma is így van. És van is benne igazság. Minden generáció, hála tanáraitoknak, szüleiteknek és a minket körülvevő világnak többet tud az elődeinél, és ez igen jól van. Egyet azonban soha nem felejtsük. Az idősebb generáció sem okosabb nálatok, az ismeretek és a kapott pofonok alakította élet bölcsességet. Érdemes mérlegelni mondandójukat, mert valamennyien nagyon-nagyon szeretnék a buktatóinkat, az élettől kapott éretlen pofonjainkat, ti el tudnátok kerülni. Tiszta szívvel vágyunk arra, hogy ne kövessétek el a mi hibáinkat, hallgassátok. Bárhova vet a sorsod, belföldre, külföldre, egyetemre, házasságra, munkapad vagy íróasztal mellé. Keressétek a kapcsolatokat az Alma Mater régi diákjaival, kérjétek segítséget. Ha élethelyzetetek majd megengedi, ki se felejtsétek el felkarolni volt iskolától későbbi osztályt. Csodálatos érzés volt elsős egyetemistaként átélnem, hogy egy teljesen ismeretlen közegben Budapesten volt licisták, ismeretlenek vettek a szárnyaik alá, segítették beilleszkedésünket. Mostantól öreg diákként ápoljátok tovább kapcsolataitokat tanáraitokkal, osztályotokkal, évfolyamtársaitokkal, liceumi elődeitekkel és utódaitokkal. Gyertek vissza az öreg talak közé, találkozó alkalmával és azon kívül is. Egykori tanáraitoknak igazi ünnep. A sikeres diákjaik megtisztelik örömeikkel,
pedagógiai nevelő munkájuk pozitív értékelése pedig a gondjaikkal is. Mindig voltak és lesznek nagyon tehetséges, egyben nagyon nehéz sorsú diákok, akiknek majd, ha tehetitek, adományozó erődeitek példáját követve, ti is segítsetek esélyt teremteni, iskolátokban elsajátított keresztény eszmék szellemében, hogy képességeikhez méltóan kigondolkozhassanak. Nagyon jó belső érzés az attitudás a mai elidegenedett világunkban, bármilyen értékforma legyen is. Mindig legyetek büszkék arra, hogy hol tanultatok, legyetek alkotó módon méltók a megszerzett tudásra, soha ne hagyjátok abba annak megsokszorozását. Tiszteljétek mások alkotását, tegyétek hozzá a tiéteket, és öregítsétek kis hazánk értékeit, érdekeit. Soha ne adjátok fel álmaitokat. Sikertelenség esetén merjétek mindig újra kezdeni. Ápoljátok erődeitek érdemeit, akarjátok nagyobbakká válni, ki sem merüljetek el felnőttés formájában. Lesznek köztetek, akiket a szülői kapcsolatrendszer tud továbbra is segíteni, és lesznek, akiket nem. Mai globalizált világunkban önmagában nem elegendő a magas szintű tudás megszerzése. Legyen fontos számotokra, hogy a világban szerte ágazó személyi kapcsolatokat építve tegyétek is hatékonnyá, az emberiség számára pedig hasznossá megszerzett ismereteit. De senki közületek ne hátráljon ki soha a nehéz feladatok előtt. Lesznek sikertelenségeit. Követtek el majd hibákat. Ezekre csak azt tud büszkén visszanézni, aki uralkodni tud felettük, és felül emelkedve önmagán tudja ezeket javítani. Emberi gyarlóságaink sokszor megalkuvásra kényszerítenek, ami kényelmesebbé teszi az életünket, de ha nyugodt lehet ismerettel akartuk elaludni, tartsátok mindig erkölcsileg is egyenesben gerinceteket és utódaidokat is elnevelni. Számotokra szüleitek, nagyszüleitek generációjának köszönhetően kinyílt a világ. Ma már az anyanyelvünk mellett több idegen nyelv alapos ismerete is szükséges az érvényesüléshez, az önmegvalósításhoz. Sok és sokféle vizsgán kell az életetek során megfelelnek. Emberpróbáló feladatok előtt áll. Az internet világában nincsenek távolságok. Bárhova kerültök a jövőben, fizikailag is és virtuálisan is, szívesen látunk benneteket a Visszaomi Diák Szövetségünk közösségében. De ez a mai nap legyen még az eddig elvégzett munkátok egy életszakasz ünnepélyes zárása. Ez a nap még legyen a lazításé, legyen a családatok egyik legfelejthetetlenebb ünnepnapja. Mostani érettségi vizsgákhoz épp úgy, mint eljövendő életetekhez. Ezúton kívánok nektek Liceumi Diák Szövetségű nevében is jó egészséget, makacs kitartást, Sopron bányász erdész hagyományokból fakadó szóval pedig jó szerencsét. Forrás felett létesített első faragott feliratával búcsúzom. Deák út négy forrása soká ártatlan örömnek. Köszönöm a figyelmeteket, Isten áldásával vételek. Még egy
Thank you.
Thank you.
Thank you.